Na jó, nekem most már elegem van, hogy folyton mindenki csúfol a kinézetem miatt. Ha minden embernek az kell, hogy szép legyek, akkor szép leszek. Na jó, írok is neki. Szia, ma egész héten nem tudok bejönni a munkába, lehet, hogy jövő héten se, majd találkozunk viszlát. Oké, azt hiszem indulok is. Ó, szia, te is itt vagy? Igen, én is. Te is vársz, ugye? Mióta vársz itt? Kb. Egy fél órája. Te is szeretnél megváltozni, ugye? Nem, én csak a testvéremet várom. Ő sose fogadta el magát olyannak, amilyen, úgyhogy ő ment most ide. Körülbelül már itt van egy hete. Ó. Te is gondolom egy családtagodra vársz. Nem egy családtagomra várok. Ó, szóval te szeretnél? Igen, szeretném, hogyha megmutatnének. Képzeld el, Ádám! Nézd, hogy nézek ki! Wow, nagyon szép vagy. Mindig is ilyen testről álmodtam, ilyen hajról, ilyen bőrszínről, egyszerűen imádom. Na jó, most fölöltözök, és szerintem föl sem fognak ismerni. Nagyon szép vagy, Dóra. Köszi. Egyszerűen imádom most ezt a testet, szerintem neked is ki kéne próbálni. Nem. Jól van, te akartad. Ó, akkor indulhatunk. Várjál, még átszaladok a mosdóba, jó? Utána majd indulhatunk. Hát tudod, én nem akarom, hogy ilyen sötét bőröm legyen, bár mondjuk én amúgy is ilyen rózsaszín vagyok, úgyhogy szerintem nekem ilyen rózsaszínes bőröm lesz, amikor tudod, olyan emberi leszek. Ne, nekem tudod, nem tetszik annyira, hogy ilyen sötét bőre van, de amúgy nagyon szép a testvéred. Hát ő mindig is ilyennek képzelte el magát, vagyis hát egy kicsit másként, de valahogy ilyennek. Úgy sokkal másabb minden, hogy most még magasabb is vagyok, és kicsit most magabiztosabbnak érzem magam, már alig várom, hogy kimenjek az utcára, és azt mondják, hogy őt már nem kell kicsúfolni, ő ugyanolyan, mint mi vagyunk. És minden régi képemet kidobom és kitörlöm, mert én nem akarok visszaemlékezni arra, hogy milyen volt, amikor még olyan csúnya voltam. Na jó, mehetünk? Aha, mehetünk. Na lássuk csak. Ó, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Maga a műtétre jött, vagy? Igen, műtétre jöttem. Jól van, akkor jöjjön velem. Na szóval, üljön csak le nyugodtan ide. Oké, most néhány adatot meg fogok kérdezni tőle, nevét, születés, bla bla bla. És utána még, hogy milyen okból szeretné, hogy megműtsük magát. És utána már kezdődhet is a műtét. Na, én addig elmegyek. Doktor úr, azt hiszem meg vagyunk. Jól van. Mindent elmondott, minden jó. Oké, akkor mehetünk. Feküdjön csak le ide, egy kicsit hosszú műtét lesz, vagyis hát kb. Egy hétig lesz itt. És mint mondtam, elég hosszú műtét lesz, sőt, nagyon hosszú, úgyhogy meg fájdalmas is, úgyhogy remélem nem fél. Nem félek annyira. Nem is kell annyira félni, csak egy kicsit fog fájni. Az elején, utána már nem nagyon, csak utána fog nagyon fájni. De az sokáig. Értem. Na mindegy, majd ezeket megbeszéljük. Ó, vajon miért nem jött még munkába? Már egy fél órája itt kéne lennie. Nem gond, legalább addig több ideig lehetünk együtt. Persze, nagyon jó, csak azért kezdek már aggódni, megnézem, nem írte valamit. Ó, azt írja, ma nem tud bejönni, és lehet múlt héten se fog majd tudni. Na mindegy, addig is akkor egyedül leszek. Attól még itt lehetek veled? Ó, nyugodtan legyél csak itt. Ha megérkezik, akkor is nyugodtan lehetsz. Ja, jól van, persze, csak tudod, nem akarod, hogy itt legyen? Hát akkor majd elmegyek haza. Jó? Oké, akkor én addig itt leszek. Akkor én meg itt. Akkor azt fogják hinni, hogy itt dolgozol. Akkor hol legyek? Nem tudom, körülnézhetsz.
Hát, ha van valami állat, ami még tetszik esetleg, azt már odaadom ingyen. Ó, köszi. Azt hiszem, reggelre készen lesz. Hát, ha maga mondja, akkor biztosan. Reggel. Na jól van, készen is lettünk. Eddig tartott az altató? Hogy tessék? Hogy lettem most ilyen magas, de mégis, mint a kicsinál lennék. Úristen, hogy nézek ki? Nyugodjon meg, mindjárt kinő. Hát ez gyönyörű. Hogy lettek ilyen szép? Most már, amikor kimegyek az utcára, mindenki azt fogja látni rajtam, hogy úristen, ez ugyanolyan, mint én vagyok. Nem fognak így elundorodni, hogy fúj, ez hogy néz ki? Rózsaszín, dagat? Ez valami disznófajta? Egy ember egyáltalán? Nem, most már azt fogják mondani, hogy wow, ez aztán nagyon gyönyörű. Ilyenkor nem szokták ezt mondani általában. Na mindegy, majd ki fog nőni a haja, a bőrszínével is majd valamit kezdünk. Csak pár injekció és kész. Most pedig kicsit át kell, hogy vizsgáljuk. Amit Linda doktornő fog elvégezni. Igen. Ó, mi ez itt? Hát, most csak vegye fel ezt. Jól van. Na jó, akkor egy kicsit átvizsgáljuk. Elnézést. Jól van, minden rendben. Akkor most itt egy kicsit megvizsgálunk. A szíveddel minden rendben van, jó. Na. De kérem, feküdjön be. Jól van, minden rendben. Most pedig igya meg ezt. Ez micsoda? Csak egy kis gyógyszer. Ezt kell majd bevennem minden nap. Ó, nem. Már csak egyszer kell meginnia. Vagyis most, és még egyszer. Csak kétszer. Ennyi az egész. Fúj, ez nagyon rossz. Én ezt még egyszer nem iszom meg. Az már most eldöntöttem. Hát sajnálom, de akkor nem tud átváltozni. Vagy különben megint olyan lesz, mint volt. Egy idő után. Vagy még rosszabb. Na jól van, és még kell néhány vizsgálat, és utána már minden rendben lesz. Jól van. Na jól van, már csak azt kell megnéznünk, hogy hány centi. Jól van, akkor ezt majd felírom. Na jól van, akkor már csak pár injekciót kell beadni, és már nagyjából minden rendben lesz. Nagyjából? Igen, nagyjából. Még néhány dolgot meg is kell néznünk, de mindegy, azt majd úgyis megtudja. Jól van. Na jó, akkor fertőtlenítsük is le. Nem csíp. Egy picikét csíp. Hát akkor az nem probléma. És ezt tegye meg.
Miért is kell ezt megennem? Csak hogy gyorsabban nőjön a haja, meg a bőrszíne is egy kicsit változzon, meg úgy minden helyre álljon. Értem. Azt hittem már minden rendben van. Ó, nem, nem, nem. Még nincsen minden rendben. És ennek nagyon rossz íze lesz. Hát azt majd meglátja. Valakinek nem olyan rossz, valakinek igen. Értem. Ez... Na, látja, nem is olyan rossz. Gondoltam, hogy magának nem lesz rossz íze. Vagyis hát... Én, amikor először ettem, akkor elég rossz íze volt. Na jó, eznek nagyon rossz íze van. Hogy tessék! Ó, akkor mégiscsak. Ó, elnézést. Nincs jól, látom. Na jól van, azt hiszem, hogy bevisszük magát a rendelőbe.